Nem azért neveltük fel a kislányunkat, hogy hozzáálljunk egy akármilyen jöttben csavargóhoz. Na de apukám, hát a Csöpike udvarlója nem egy jöttben, nagyon rendes fiatalember. Tördelő szerkesztő. Micsoda? Tördelő szerkesztő. Na és? Na és? Hát a szakma? Hát nem szakma! Bérszám fejtő! Na az egy szakma! Hát ne hallgatod már ilyen egy morzsalóbi bizei, bitamei... Tördelő apuka, tördelő! Pláne ha tördelő! Apukám, csak arra kérlek, hogy beszélj vele. Mert ma ide jön, hogy megkérje a Csöpike kezét. Micsoda? Hát ha nekem ide jön ez a zúzó, vágó izény! Tördelő apuka! Mindegy! Ha ide jön, ki fogom vagdani a lakásból! Mondd csak, és arra nem gondoltatok, hogy hol fogsz lakni ezzel a zúzó, vágó akármivel? Hát apukám, hát kezdetben albérletben. Hát mi is úgy kezdtük. Hát meg aztán arra gondoltam, hogy esetleg eladhatnánk a kocsit. Hogy micsoda? A Dacia-t? Na hát a Dacia-t, azt nem adom. Na de apukám, hát mit sajnálsz azon a tragacs 20 éves Dacia-n? Tragacs? 20 éves? Először is anyukám. 19 éves és 8 hónapos. Másodszor eredeti francia alkatrészek vannak benne. Na, azért ne túlozzunk, apus. Egyetlen egy francia alkatrész van benne. Az a kis bólogatós kutya, amit a mamával vettetek Párizsra. Mindegy, akkor se adom. Az én lányomból nem fog enni ez a zúzó, vágó, vagdaló, mit tudom én micsoda. Nem veszik? Pláne az egy kislányomról van szó. Sőt, a Dacia-mról. Nem adom. Nincs biznisz, nincs alkú, nincs üzlet. Kész! Nem adom! Befejezte! Szegény apám, hát nem is sejtő, hogy én már feladtam egy hirdetést az újságon. Na de mindegy, menjél kislányom, öltözzél át, és legyél szép, mire jöjjen nőke, jó? Jó. Kész csókom, madam. A Dacia hirdetésre jöttem. Jaj, hát a legrosszabbkor. Ha miért már szétesett? Hát nem, nagyon prima, megkímélt állapotban, eredeti francia alkatrészekkel. Az jó, ugyanis nekem nagyon sürgős lenne. Tetszik tudni nekem az autó munkaeszköz, és az enyémet épp a múlt héten törtem össze. Ó, hát azt tanácsolom, fiatal ember, hogy menjen le itt az utcasarkon, nézze meg az autót, én hozom a kulcsot, maga csinál egy kört, visszajön és megbeszéljük a továbbiakat. Tessék csak az nyugodtan rám bízni, az enyémet épp a múlt héten. Nekem az autó munkaeszköz. Csak nagyon óvatosan. Van benne egy francia bólogató kutya, arra nagyon vigyázom. Jó. Na, hozom a kulcsokat, jó? Jó. Hát szóval, maga az. Igen. Én, úgy tudom, a nagyságos asszony említette. Hogyne, a kedves nagyságos asszony már említette. Hát szóval maga lenne az a tördelő. Na, hát azért ez egy kicsit túlzás. Hát szóval maga szemet vetett az én Csöpikébe. Csöpike? Jaj, de aranyos! Ha így tetszik becézni? Hát, ha az enyém lesz, én Töfikének fogom vinni. Hát tetszik tudni már csak nosztalgiából is. Ugyanis az előzőt is Töfikének hívtam. Hogy az előző? Hát maga javál? Nem kérem, én nem is vagyok. Micsoda? Maga nős? És ez a kedves nejemnek már említette? Nem. Nem hiszem, hogy említettem volna a sasszonynak, de hát miért fontos ez? Hogy miért fontos? Hát maga oda szeretné vinni az én Csöpikeimet, a maga Töfikeje mellé? Hát, igen, uram, hát nézze, hát a Töfike
rettenetes állapotban van. Szőm, totál káros. Uram, ne tudja meg, hogy hogy néz ki. Pedig nekem ez munkaeszköz van. Na megállapodjon! Mondja, uram. A csöpike mennyit zabál? Hát, tetszik tudni, már csak azért is kérdem, mert hát a töfike annyit zabál, a gatyám ráment. És hát, mit mondtam, nekem ez... Igen, ne mondja, tudom! Magának ez munkaeszköz! Ha azt kérem, munkaeszköz! Hát, uram, én nem kivélem! Hát, uram, én hajtom, mint zinger a varrógépen! Hát, uram, hát, nekem nincsenek illúzióim! De azért engedje meg, hogy megkérdezzem! Hát, milyen állapotban van a csöpike? Mert hát nem szeretnék zsákba macskát venni! Kérem, uram, nekünk nincs több tárgyalni való! Uram, figyelj, nézze! Hát nekem ez a csöpike megfelel. Én hajlandó vagyok jó megfizetni az árát. És az eset azt, hogy előtte a többit letagadjuk, hát elvégre férfiak közt vagyunk. Fide hallgasson el! Egyéb óhaja, kívánsága nincs! Hát most figyelj ide, hát talán csak annyi, hogy szeretnénk kipróbálni, de sajnálom. A nagyságos asszony már beleegyezett! Igen! Hát akkor én most hívom a rendőrséget! De bizonyára! Hívom a rendőrséget! Rendőrség! Claudio, halló! Rendőrség! Rendőrséget hívja? Mire hívja ez a rendőrséget? Hát, Istenem, hát nem egy barátságos fickó, láthatják önök is! Biztos az átírás miatt hívja. Na jó van! Lehet nekem is azt a másik 15 éves másik dácsiát kellett volna megnéznem, azzal jobban jártam volna. Na de most már mindegy. Itt vannak a kulcsok, fiatalember, de arra kérem, hogy gyorsan tűnjön el, mert vendéget várunk. A kislányom vőlegényét. Ó, hát igazán sajnálom, madam, hogy egy ilyen családi összejövetelbe csöppentem, de nekem az autó munkaeszköz. Tudom. Gyere csak, édes kislányom, gyere csak! Most legalább hallhatod, milyen ember a te drága vőlegénye? Van a töfike is! Töfike is? Hát, apukám, te jól vagy? Hozzam neked a svédcseppeket? Hol az amatőr? Aki a te drága látósanyád úszolására ki akar téged próbálni? Na de apa, itt nincs is senki! Hol az a házasság szégyenlő, aki folyton csak azt pofázta, hogy ez neki, munkaeszköz! Jaj, apukám, hát te biztos arra a fiatalemberre gondolsz, aki itt volt az előbb. Hát tudod, találkoztatok? Igen, találkoztunk. Tudod, mit kérdezett ezt tőle? Hogy te mennyit zabálsz? Na de, apukám, olyan őke most telefonált, hogy egy kicsit késni fog, mert nem kapott taxit. Igen. Hát akkor ki volt ez a takony, az elég meg akartak én a te kezedet? Hát apukám, hát én egy vallomással tartozom neked. Hát az a fiatal ember, hát nem a csöpige kezét akarta megkérni. Hála a jó Istennek! Csak nem a tiédet. A tiédet! Téged akar ez elvinni? Másodállású töfikeidet? Ide jutott a busz a rendőri házasság után. Titomban feladtunk egy hirdetést a dácsiára, és az a fiatal ember a kocsit akarta megvenni, tudod, meg akartunk látni! Sikerült! Kocsit akkor sajnálom! Vigyék a bonyátot! Na de apukám, ne ragaszkodj már annyira hozz az ócska tragacshoz! De igenis ragaszkodom! Ragaszkodom! Én is nem fogom eltűrni, hogy a házamat ellennék mindenféle szélhámos autókereskedők! Nem fogom tűrni! Ki fogom rúgni, ha én kirúgom!
Befejeztem! Kirúgom! Gyere, kislányom, amikor apád ilyen dühös, jobb, ha magára hagyjuk. Gyere, gyere, gyere! Az én lányzsámat nem adom! Most vettem bele egy vadonatúj 30 éves trabant kipufogat! 160 leér! Nem adom én! Az biztos! Tiszteletem! S elnézést kérek a zavarásért! Igen! Nem adjon semmit! A feleségében mindent elmondom! Igen? Igen! Na hát, ez nagy könnyebbség nekem! Akkor bizonyára már említett a nagyságos asszony a szándékaimat is. Hogy ne? Hát biztos pagesni szeretnék próbálni. Most már a bebel is piszkál, he? Hát ne piszkál! Nem kérem szépen, én biztosítatom, hogy ne biztosítson, a... Nem biztosítson engem, jól ismerem én az ilyet, előtt biztosít, hozzá meg jól összetörni, bum! Kérem szépen a feleségével, már meg is beszéltük, hogy a... Mit akar a feleségemtől? Hagyja a feleségemet a francba! Hát a feleségemnek ez semmi köze! Hát mit akartam a vén csodrogánytól? Hát hogy mondhat ilyet? Hát a felesége nagyon is jól tartja magát. Ugye már, beszéljél itt, tudja, mennyit zabál az a kicsike? Zabál a kicsike? Hát én nem gondoltam volna. Hát persze az az igazság, hogy eléggé karcsú. Hát fogyni azt azért igazán nem kéne. Na ide hallgasson! A múlkor elmentem vele egész már. Azt posz oda-vissza, megemet húzni te! Bevedelte! Bevedelte! Húzni te? Hát miért adott neki annyi? Hát ha önt én is! Hát miért ne adnék annyi? Ha még semmi! A múlkor el akartam vele egy egészen gencsig. Mint az Isten a falu előtt leáll, nem akart tovább menni. Még az volt a szerencsém, hogy kint voltak volt a Károlyi bakák, egy balra gyakorlatoztak, azt mondjuk, hogy beöntök, hogy ott mit él. Aztán kesernyes tíró közepette el tudtam velem egészen a bekóit. Hát ez szörnyű. Nem akarom elhinni a dolgot. Most hol van? Láthatnám? Persze, hogy láthatja. Ott van a pehely. Ott áll a sarkon. Vizet? Na? Adjon egy kis vizet nekem. Hát mi bajom van, ember? Hát viselkedjék már férfi módjára. Ide figyeljen, ember. Ha rendesen viselkedik nekem, akkor tényleg nem vizet kap. Hanem egy jó, pofa, büdös pálinkát. Na! Jó viselkedj meg! Hát ezt nem értem. Nagyságos asszony végezt! A kolléga úr is kuncsaft! Ne figyeljen! Én nem tudom, hogy mit meséltek magának erről a csupikéről. De legyen óvatos! Én most próbáltam ki. Hát nem egy nagy szám. Maga kipróbálta? Rémes állapotban van. Hát ez egy bűntanya. Na, hát azért szerintem ez egy kicsit túlzás. Szerintem arról van szó, hogy a madám belülünk akar meggazdagodni. Magától mennyit kér? Na de kérem szépen. Micsoda! Hát aki az Overix-en meg újságirdetésekre jelentkezik, az ne legyen finnyás. Micsoda? Újságban is hirdették? Igen, méghozzá úgy, hogy megkímélt állapotba, jókorba levő, kitűnően megyen, extrákkal. Jenőke, hát Jenőke már itt van. Magam meg kipróbált a fiatalember. Hát, csak egy menetet csináltam vele. Nem egy nagy szám. Hát kérem, én nem árulok zsákon macskát. Én már megmondtam az elején, és látható ott a sarkon is, hogy nem egy fényes jószág. Hát amire magának kell, arra pontosan megfelel. Na de, beszélhetnénk most az anyagiakról? Muszáj ezt itt én előttem? Hát de miért? Hát jelölt, hát maga szinte családtag. Hát magának sem mindegy, hogy mennyit kapunk érte? Hát egy kolléga úgy családtag? Hát én meg azt hittem, hogy egy kuncsa. Halkodoznak? Újságba hirdetnek? Velem pedig egy világ omlott össze. Hát de mi rossz van abban, hogy az újságba hirdettem? Hát ez így szokás. De Istenem, amikor én megismertem őt egy szép tavaszi napon itt a ház előtt, olyan gyönyörű volt, rögtön elhatároztam. Ha törik, ha szakad, az enyém lesz. Én egész nap bent rohadok a szerkesztőségbe. Tördelek, csak rá gondolok. Szegény csacsi fiú, hát ha tudom, hogy magát ez így megráz, hát akkor nem adom fel a hirdetést. Hát elvégre ismerősök között is el lehet ezt intézni. Na, hát ne tessenek velem szórakozni. Hát
Nekem az autó munkaeszköz! Megyek, megnézem azt a másik 15 éves Fordot. Ebből itt már nem lesz többi kézés. Én kaptam magánelőket. A kocsi a magányi lesz. De most már jöjjön, mert Csöbike nagyon várja. Nagyon kedves asszonyom, de ha már így alakult a dolog, előtte szeretném én is kipróbálni.